Tessék! Tisztelt elnök úr, mélyen tisztelt közgyűlés! Tudják maguk, hogy miért szeretne Kollai úr titkos egyletet? Mert hogyha ő lesz az elnök, akkor már hivatalosan is járhat az a nagy pofája! Úgy cél és stílus, alaptalan vádaskodás, kikérem magamnak! Vegye úgy kérem, hogy ki is van a... Uraim, uraim! Ne vegyek ki károli szót, kér! Köszönöm a szót! Elnök úr, tisztelt választmány! Nekem halaszthatatlan! Életbe vágom a fontos dolgomban, muszáj elmennem! Alakuló közgyűlésről! Hallatlan! Most azonnal! Mi ez? Ennél fontosabb, titkár! Titkár úr! A maga kötelessége, hogy a jegyzőkönyvet vezesse. És épp most beszéltük meg, hogy a Gittegyet, mint titkos szervezet fog tovább működni. És ha maga meg akarja tartani az állását, itt kell maradnia velünk letenni az estét. Úgyhogy foglaljon helyet. De nekem muszáj elmennem. Állj! Megállni! Közlegény, vigyázz! Közlegény, miféle viselkedésed? De nekem muszáj! Elképesztő! Harmatlan! Hihetetlen! Tisztelt közgyűlés! Mindannyian láthattuk Nemecsek Ernő hitvány viselkedését. Kijelentem, hogy Nemecsek Ernő gyáva. Sőt, ami még rosszabb, áruló! Ha szabad indítványozom, kompromisszum, legyen gyáva áruló, és fosszuk meg titkári állásától, továbbá zárjuk ki az egyetből! Na, csak szép sorba! Először is vegyük jegyzőkönyvbe, hogy áruló! Gyáva áruló! Összegzem, tehát! A közgyűlés egyöntetű szavazatai alapján Nemecsek Ernőt gyáva árulónak nevezzük, és mint olyat titkári címétől megfosztjuk, egyletünkből kizárjuk. Leszik? Jelen! Leszik, ma maga vezeti a jegyzőkönyvet, gratulálok! Nemecsek Ernő nevét azonnali hatállyal át kell javítani a jegyzőkönyvben csupa nagybetűre, és az összes többi bejegyzést törölni kell. Mi sem természetesen törölni kell. Ez urai magától értetődő, miután megtudtuk, mekkora hős volt. Na, én már nagyon régóta erről beszélek. Gyerünk, csináljuk mindent legetória nélkül. Semmi sem, csak a kő, amit eldobtál.